Köszöntöm Önöket a Stúdió KB február 21-i adásában, melyben felhívjuk a figyelmet a képviselőtestület rendes ülésére, valamint ismertetjük a rendkívüli ülésen meghozott döntést is. Ide kapcsolódik dr. Rutkai Miklián Eszter, a Reguli Múzeum igazgatójának tájékoztatása is, akit az intézménnyel kapcsolatos változásokról, az idei eseményekről is kérdeztünk. Farsangi délután tartott az Idősek klubja. Tudósításunk után újévi sporthíradóval jelentkezünk, melyben bemutatjuk a diákok egészségéért, Veszprém megye kézilabda sportjáért közhasznú alapítvány Zirci csoportját, majd ellátogatunk a Balaton vízilabda klub Zirci edzéseire. Csehországban és Szerbiában lépett fel tavaly nyáron a Zirci városi vegyes kórus. Magazinműsorunkban az élménybeszámolóval színesített koncerten készített összeállításunkat tekinthetik meg. Jó szórakozást kívánunk! Február 24-én hétfőn 17 órától ülésezik a képviselőtestület. A meghívóban szereplő tárgyalandó napirendi pontok között szó lesz többek közt a vagyonnyilatkozattételi kötelezettség teljesítéséről, az önkormányzat idei költségvetési rendeletének megalkotásáról, turisztikai együttműködési megállapodás jóváhagyásáról, valamint a lomtalanítással és a zöld hulladékgyűjtéssel kapcsolatos változásokról. A testületi ülés nyilvános. A héten rendkívüli ülést is tartott a képviselőtestület, melyen kiválasztották a kivitelezőt a Reguli Múzeum épületének belső felújítására, vendéglátóegység kialakítására. A fejlesztés kezdetét veszi, a projektekért közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánították a döntéshozók, és az ajánlattevők közül a Mintec Kft.-t választották ki a munka elvégzésére. Komplex turisztikai fejlesztésre 418.507.450 forintot nyert el önkormányzatunk a terület és település fejlesztési operatív program keretében. A projekt első ütemében a Reguli Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház főépületének és utcai szárnyának belső felújítására, múzeumi kávéház létrehozására, az állandó kiállítás megújítására kerül sor. Az intézmény életében hamarosan bekövetkező változásról és az év további részében aktuális eseményekről dr. Rutkai Miklián Eszter igazgató ad tájékoztatást. Egy fontos mérföldkőhöz érkezett el a Reguli Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház, mellyel szorosan összefügg az eheti szombati, tehát február 22-i programja az intézménynek. Dr. Rutkai Miklián Eszter intézményvezetőt kérdezem, milyen változás lép életbe a múzeum életében? Hát valóban egy óriási változás előtt állunk, ezt most már egy jó ideje várjuk, hiszen egy elnyert pályázata van az önkormányzatnak arra, hogy több turisztikai fejlesztést hajtson végre Zircen, aminek az egyik fő eleme az a múzeumnak a teljes felújítása. Mindenki tudja, hogy a múzeum épület együttese az meglehetősen nagy méretű, és ebből azt is, hogy tavaly sikerült végére érnünk a műhelysor felújításának, viszont a kétszintes főépületünk, ami ugye az igazi műemlék az épület együttesbe, és az utcafronti földszintes szárnyban még három helység belső felújításon nem esett át, ugye a homlokzatfelújítás, nyilászáró csere az már évekkel ezelőtt megtörtént, tehát erre a feladatra vállalkozik most a kivitelező. Tegnap volt a képviselőtestületnek rendkívüli ülése, amin ezt a végső döntést meghozták, hogy igen, indulhat az építkezés, hát mi erre már nagyon, nagyon régóta várunk, úgyhogy most már nagyon örülünk neki. Ezért aztán hirtelen ürítjük ki a múzeumot, hiszen eddig, amíg nem volt egészen biztos az építkezés kezdete, addig úgy tettünk, mintha mi sem történt volna. Tehát ezért is ilyen hirtelen, hogy szombatra egy finisszást hirdettünk ennek a kiállításnak, amiben
most készül a felvétel, ugye az Utazás az ismeretlenbe című Reguli Antalról szóló állandó kiállításunkat is elbontjuk, hiszen az egész épület felújításra kerül, és a felújításnak nem titkolt célja, hogy egy ennél sokkal jobb Reguli Antal kiállítást is készítsünk, aminek a terveit azért már nyár óta itt a múzeumban meg lehetett tekinteni, és a szombati napon is fogok róla mesélni, hogy azért lássuk, hogy a rombolás után persze az építkezés a lényeg. Tehát egy nagy korszerűsítés jön az épületben, tehát nyilván ugye aki télen volt már a múzeumban, tudja, hogy fűtésünk ebben az épületben nincsen, a villanyhálózat 1000 éves, tehát rengeteg tennivaló van, és az új kiállítás miatt is vannak persze átalakítási munkálatok. A földszintre tervezett kávézó múzeumi bolt és turisztikai információs ponthoz meg még több átalakítani való van, úgyhogy sok munka vár a kivitelezőre, mert hát nekünk aztán itt ebben igazából a szellemi része az a múzeum feladata, hogy majd az új kiállítás el tudjon készülni. Ugye a kivitelezésnek idén el kell készülnie, az építési kivitelezésnek, úgyhogy nem fog ez a végtelenségben nyúlni, a záros határidőn belül itt egy megújult szép ház lesz. Mikor kezdődnek szombaton a programok, és mi mindennel találkozhatnak az érdeklődők? A szombati programot már régebben elkezdtük szervezni, hiszen mi még a Reguli Antal emlékévben vagyunk idén is, tehát Reguli Antalról szóló programokat szerveztünk 3 hónapon keresztülre, tehát február, március és április végére az utolsó szombatokra eleve szerveztünk programot, most ez egybeesik a finisszázzal, amit meghirdettünk. A meghívott előadón Kelemen Ivett, aki a Debreceni Egyetemnek a munkatársa, a finnugor tanszéken dolgozik, és a számja vagy lapnyelv kutatásával kiemelten sajnos Novics János munkásságával foglalkozik, ezt kutatja, és a Reguli 200-as évforduló mellett idén ünnepeljük Sajnovics János demonstrációjának a 250. születésnapját, tehát 250 évvel ezelőtt jelent meg először ez a mű, amiről hát tudjuk, hogy onnan indítjuk a finnugor, sőt nem is csak a finnugor nyelvhasonlítást, hanem ez a nyelvtudomány történetében egy óriási lépés volt az összehasonlító nyelvtudománynak a kialakulásában. Tehát Kelemen Ivett erről fog beszélni, hogy kicsit lássuk Sajnovics János életét, munkásságát, hogy is volt ez a kutatás, mi indította, hogy zajlott, milyen eredményei voltak. Tehát ez lesz a programunknak a tudományos része. Ezután pedig az emlékezés és a tervezgetés szakasza következik. Azt gondoljuk, hogy itt ebben a teremben, ugye most már ez a második Reguli kiállítás, ami áll, az első 96-ban nyílt, ezt 13-ban alakítottuk át, és közben folyamatosan fejlesztgettük, tehát az összes Reguli kiállításra fogunk emlékezni, összegyűjtünk néhány régi fényképet, és felelevenítjük, hogy mennyi minden esemény történt, mert rengeteg minden történt ebben a teremben, finnugor és nem finnugor tematikájú, hiszen ezt a termet használtuk előadóteremnek, ez most megszűnik, majd a földszinti kiállítóteremben lesznek szerintem később az előadások. Tehát ez lesz egyrészt, akkor bemutatom a terveket, hogy lehessen látni, hogy mire is várunk, mire megy ki az egész felújítás. Utána pedig egy nagyon izgalmas túrára hívjuk a résztvevőket, hiszen most, hogy kiürítjük a múzeumot, az alsóbb helységek is bejárhatók lesznek, a padlás is bejárható lesz. Ugye miután műemlék épületről van szó, a felújítás előtt kötelező falkutatást végzett Koppány András, erről a helyi tévé is hírt adott, mert nagyon érdekes eredményei voltak. Sajnos ő a hirtelen szervezett finisszázsunkra maga nem tud eljönni, de Várszegi Bernadettel együtt próbáljuk az ő kutatásai eredményeit elmesélni, úgy, hogy meg is lehet nézni, tehát hogy nem csak szóban, ez itt így volt, az ott úgy volt, tehát a ház történetéről lesz egy ilyen izgalmas kalandos pincétől a padlásig bejárás. Ugye nálunk a rendezvényekhez hozzátartozik, hogy valamit fogunk főzni, sütni, valami finnugort, ezt még nem árulom el, mert mi nekünk is hirtelen a téma, de már vannak tippjeink. Nagyon örülnénk, hogyha azok el tudnának jönni, akik ennek a kiállításnak a létrehozásában segédkeztek. Nem tudom, ki mennyire emlékszik rá, de ugye a mögöttünk lévő tablóknak a bordűrjeit, azt ugye a 3. Béla gimnáziumnak a művészeti tagozatos diákjai festették szakmai feladatként, akik azóta már végeztek az iskolából, tehát ezennel hívnám föl figyelmüket, hogyha esetleg eljut hozzájuk a hír, hogy szeretettel várjuk őket is, a KHT akkori munkatársait is, hiszen ők segítettek az építésben. Jó lenne, hogyha együtt vissza tudnánk emlékezni ezekre az időkre.
Na most, ez az, ahogy mondtam, egy előadássorozatot indítunk, és annak ellenére, hogy ez az épület bezár, a múzeum élete nem áll le. A műhelyek azok folyamatosan működni fognak egyre intenzívebben, erről majd Szőnyegi Zsófia kolléganőm mesél részletesebben, de mivel még reguli emlékév van, további reguli programok is lesznek. Tehát ahogy említettem, most a február végi program, ez Kelemeni Vett előadása és a múzeum bezárása. Március 21-én szombaton 17:30 pedig egy nagyon érdekes programot talált ki az Ércvárosi Vegyeskar, mert hogy reguli nyomába indulunk dallal. Ők fognak az útvonalhoz kapcsolódó dalokat énekelni, én pedig egy kis úti kalauzt tartok reguli Antal életéről. Ennek a helyszíne viszont már eleve is így terveztük, a Műemlékkönyvtár barokkterme lesz. Tehát március 21-én 17:30 oda várjuk a közönséget. Április 25-én szombaton pedig Sudár Balázs történészt hívjuk meg, akivel lehet találkozni a médiában mostanában az őstörténet kérdésével. Ő a Történettudományi Intézet munkatársa, turkológus és történész. Az ő véleményét fogjuk megkérdezni az őstörténeti kutatások legújabb kérdéseiről. Ennek a helyszíne még bizonytalan, én gyanítom, hogy ezt is a barokkterembe fogjuk tartani. Most emellett egy másik programsorozatunk is zajlik, ez pedig a Természettudományi Múzeummal közösen szervezzük, ugye ez az Irci Zöld programsorozat, amit tavaly kezdtünk már el. Ennek az alkalma minden hónap első péntekén lesz, március 6-án kezdődik az ezévi adag. Meghívott vendégekkel fogjuk azokat a témákat körüljárni, amikről az előző fél évben például megnéztük a Holnap című filmet, tehát az élelmiszerrel az energetika, a levegő és vízminőség és egyébnek a kérdéseit. Ezek az előadások és hát beszélgetések, ezek a Természettudományi Múzeumnak a helységeiben lesznek, hiszen őnáluk van most lehetőség erre, meg különben is közös szervezés. Egy kivétellel április elején az első alkalom, ez a harmadika, negyedike, másik, harmadika, péntek, szombatra, ahogy tavaly is szerveztünk egy ilyen palántás és növénybőrzés, növényi kézműves és környezeti problémákra érzékeny programot szervezünk, úgyhogy mindenkit kérünk, hogy a kezdődő jóidei kertészkedéseknél a fölösleges kis suhancokat, csemetéket ne dobja ki, gyűjtse össze, hozza be, csereberéljünk egymással, és ezzel gyarapítsuk kertjeinket. A hosszú távú gondolkozásban, hogy a nyárra is kicsit kitekintsünk a reguli Antal emlékével, biztos, hogy a múzeumok éjszakájára mi is fogunk készülni, nyilván elsősorban kézművességgel és esetleg kerti vagy a főtérre szervezett programokkal, de július 11-ét, ami reguli Antal születésnapja, biztos, hogy reguli fesztivállal fogjuk ünnepelni, kisebb mértékben, mint tavaly, hiszen az építkezés az azért sok lehetőséget elvon, figyelmet és energiát, és az anyagiakról nem is beszélve, de biztos, hogy lesznek kulturális megemlékezések, mi a péntek szombatot céloztuk meg ezzel, csak várjuk, hogy az építési terület kijelölése, hogy lesz, hogy miből is gazdálkodjunk, milyen helyszíneink lesznek normálisan megközelíthetőek. És ugye a reguli emlékév augusztus 23-án ér véget, ez reguli Antal halálának a napja, akkor tervezünk egy záróprogramot, nem könnyű feladat, hiszen ott az augusztus 20-ával a nyár utolsó négynapos hétvégéje lesz, tehát ott jól végig kell gondolnunk, hogy melyik az az időpont, amikor számíthatunk még ilyen témában a lakosság figyelmére, hiszen nyilván akkor mindenki a nyár utolsó napjét szeretné majd kiélvezni, jogosan. A reguli Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóházban nem csak a felújítás lesz majd újdonság, hanem ehhez kapcsolódik az is, hogy ha jól tudom, akkor a jövőben új tanfolyamok indítására is készülnek. Igen, itt a felújítással párhuzamosan próbáltunk így a kézművességben is egy kicsit megújulni. Úgyhogy idén először egy OK-s tanfolyamot is indítunk, ami fazekas OK-i tanfolyam lesz. Az nagyjából 10 hónap alatt fog majd lezajlani. Bőrművességgel is készülünk, vagy bőrműves tanfolyammal. A szokásos kosárfonó mellett indul egy haladó kosárfonó tanfolyam, ahol európai kosárfonási technikákat lehet elsajátítani egy olyan hölgytől, aki ösztöndíjjal Európa különböző városaiban sajátította el különféle technikákat. És ezen kívül egy-egy alkalmas műhelyekkel is készülünk majd. Mikortól lehet ezekre jelentkezni? Már bármikor. A múzeum honlapján, vagy elérhetőségein, meg van egy kis jelentkezési lap, aminek a kitöltésével meg lehet jelölni, hogy ki melyik tanfolyam után érdeklődik, vagy érdeklődik.
Van-e ez esetben határidő? Hát ezt most még nem jelöltünk ki. Azt gondoltuk, hogy a tanfolyamokat február elején, legkésőbb március közepén kezdenénk el, annak függvényében, hogy a jelentkezők mikor lesznek elegen ahhoz, hogy elindítsunk egy-egy tanfolyamot. Milyen feltételei vannak a jelentkezésnek, vagy egyáltalán a tanfolyamokon való részvételnek? A kezdő tanfolyamokhoz azok nincsenek feltételhez kötve. Egyedül ehhez a kosárfonási technikákhoz, az európaiakhoz, az egy haladó tanfolyam. Úgyhogy ahhoz azért javasoljuk, hogy valaki valamilyen alapokkal rendelkezzen. Eddig milyen visszajelzéseket kaptak, illetve önöknek milyen tapasztalataik vannak a tanfolyamokkal kapcsolatban? Hát úgy tűnik, hogy az OKI, ez nagy érdeklődésre tart számot, valószínűleg azért is, mert van egy eleje, van egy közepe, van egy vége, és nagyon kézzelfogható eredménye lesz a végén. Úgyhogy ezt nem is gondoltuk, de azt már nagyjából el tudjuk indítani, mert van rá megfelelő számú jelentkező. Ezek nagyrészt hétvégén kerülnek majd megrendezésre. Sajtkészítő délután tervezünk, egy növényi festés, illetve ekoprintet, ezt valamikor majd tavasszal, és hát már most is nagyjából tudjuk, hogy május körül lehet majd ezzel számolni, és egy cipőkészítő műhely lesz, ami szintén majd egy egynapos szombati vagy vasárnapi napon kerül megrendezésre. Ezekről érdemes folyamatosan figyelni vagy a Facebook oldalunkat, vagy a honlapot, és akkor időben a megfelelő információkat átadjuk azoknak, akik érdeklődnek a tanfolyamok iránt, vagy ezeket az egynapos alkalmak iránt. A kommunizmus áldozataira emlékezik az Ircsi Országzászló Alapítvány február 24-én hétfőn. A megemlékezés koszorúzással kezdődik a Hősi Emlékműnél 14:30, majd 15:00-tól a Városháza nagytermében Mentzer Erzsébet, a Szovjetunióban volt politikai rabok és kényszermunkások szövetségének elnöke mondja el ünnepi gondolatait. Az eseményen közreműködik Egervölgyi Dezső és Wittmann György, imát mond Imre Fimor plébános, Vecsei Katalin református lelkész és Szakos Csaba evangélikus lelkész. A Reguliantal általános iskolát támogathatják a jótékonysági polgári bálon résztvevők február 22-én szombaton. Helyszín a Jeskó Panzió, a bál fővédnöke dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselő. Egész komoly élet folyik, és elsősorban talán a horgolóklub az, ami nagyon jól működik, úgyhogy én mindenkit biztatok arra, hogy ugyanúgy, amit most a Bella mondott, hogy mindenki érezze magát úgy, mint otthon, jöjjenek napközben, reggel 15:30-tól 16:00-ig nyitva vagyunk, ne csak az ebédért egy picit előbb, aki úgy van, a horgolóklubba lehet úgy jönni, hogy nem tud valaki horgolni, mert beszélgetni is lehet, nem csak a kéznek lehet járni, hanem a szájnak is. Lesznek egyéb programok, meg van ilyen kis ülőtorna, amit el kell mondani, hogy jobb a kéz vagy váll, amióta. Tehát nem, lapják be a házat, én azt szeretném, meg mondjanak ötleteket, hogy mit szeretnének. A Bajcsi Zsilinszky utca 9 szám alatti felújított épületben tartotta első farsangi mulatságát az Idősek klubja. Az előkészületek már a hét elején megkezdődtek, hiszen kedd délelőtt sajtos tallért sütöttek. A bálnapján friss csöröge fánk és tea várta a klubtagokat. A zenés beszélgetéssel egybekötött délutánt tombola sorsolás színesítette, s hogy fokoznák az izgalmakat, az állarcban érkezők plusz egy, a jelmezesek pedig plusz 2 ajándéktombolával várhatták a sorsolást. Az újévi sporthíradó vendége a Diákok Egészségéért, Veszprém megye kézilabda sportjáért közhasznú alapítvány Zirci csoportja. A szakmai stáb valamennyi tagja elmondhatja magáról, hogy eddigi pályafutása során profi szemléletre tett szert, és ezt az utánpótlás nevelés javára is tudják fordítani. Somogyi Tünde csoportvezető edző nem akármilyen pályafutással büszkélkedhet, hiszen 14 évesen MB2-ben, 16 évesen már NB1-ben játszott, 15 éves korában pedig bekerült az ifjúsági válogatottba. Ifjabb Kerner László, az Ircsi Reguliantal német nemzetiségi nyelvoktató általános iskola testnevelő tanárának felfigyeltek a tanórain, sportkörein az atlétikus és kézilabdás foglalkozások módszertanára,
valamint a gyerekekkel kialakult kiváló tanár-diák kapcsolatra. Jakab Rihárdnak szinte az egész eddigi életét átszűrte a kézilabda, 11 éves kora óta ebben élt. Egyetemi testnevelő tanári végzettségre tett szert, igaz, nem ebben a szakmában dolgozik jelenleg. Főiskolán MB1-ben, illetve Celldömölkön és Szentgotthárdon MB2-ben játszott sokáig. Az edzői stábhoz tartozik még Illés Zoltán korábbi első osztályú és válogatott kézilabdázó, aki külön foglalkozásokat tart a kapusoknak. Somogyi Tünde, mint egy 2 évvel ezelőtt érkezett ide kézilabda edzőként Zircre, és tavaly szeptemberben vette át a csoportvezetői munkát. Hogyan értékeli ezt az elmúlt időszakot itt, mióta ide került, és aztán, hogy átvette gyakorlatilag itt a csoportvezetői munkát? Hát tulajdonképpen én a Telekomból dolgoztam, amikor megkerestek, hogy szükség lenne ide a nagyobb gyerekekhez, akkor még U12-es csapathoz edzőnek. Akkor eljöttem, megtetszett ez a légkör, ami itt van, és aztán elkezdtünk dolgozni. Az elején volt egy kis nehézség, szó se róla, de amikor megvolt az első győztes meccsünk, sose felejtem el, volt olyan gyerek, aki sírt az öltözőbe a győzelemtől. Ez nekem egy hatalmas motiváció volt a munkát illetően is, és nagyon-nagyon jól kezdtem el érezni magam ezek után, hogy itt nagyon jó feladat van, és szeretem a kihívásokat, tehát ez nekem nagyon jó lesz. És aztán így is történt, hogy amikor befejeztük a szezont, akkor a Juhász úrral, az elnökkel leültünk beszélni, és akkor azt mondta, hogy mivel ilyen szép eredmények vannak, és mivel én nekem is tetszik, szeretnék itt dolgozni tovább, akkor nézzük ezt egy kicsit komolyabban. És akkor mondtam, hogy jó, rendben van, és aztán szeptemberben, de még az iskola vége előtt megkerestem a Kerner tanárurat, mert többször láttam itt edzéseket tartani, ami nekem rettentő szimpatikus volt, és nagyon színvonalas edzéseket tartott, szakmailag jó volt látni, és akkor én megkerestem őt, hogy tudna-e nekünk segíteni. Akkor ő még nagyon elzárkozott ezelőtt, de aztán szép lassan addig sikerült pulyítgatni, míg végül eljött. És aztán ettől kezdve sikerült elindítani a toborzást is, mivel ő itt dolgozik az iskolában, és a tanárok is mellénk álltak. Nem utolsó sorban az igazgató úr is, a Burján István is adta a segítséget ehhez a munkához, hogy mi itt sokasodjunk, és minél több gyereket tudjunk bevonzani a kézilabdának. És akkor megállapodtunk abban, hogy a Laci először is a héten egy alkalommal mindenképpen atlétikai edzést fog tartani a gyerekeknek, amelyben a mozgásukat tudjuk segíteni, hogy még harmonikusabb legyen és még jobban fölkészítsük, hiszen ma már a kézilabda alapja az atlétika, úgyhogy ez egy nagyon fontos dolog. Tehát ezt akkor jött a Laci, és akkor ő elkezdte ezt csinálni. Én megmaradtam úgy inkább a technikai részén a dolgoknak. És aztán megérkezett hozzánk Ricsi, mert szép lassan el tudtuk indítani már az U10-es korosztályt. Aztán utána már a Lacinak el kellett kezdeni az óvodásokkal is foglalkozni, mert már ők is elkezdtek járni hozzánk. Úgyhogy ha összegezni szeretném, akkor azt jelenti, hogy vannak ugye az óvodásaink. Az óvodások után most indulnak az U9-es korosztály. A Ricsi viszi a 9-et, a 10-et, ők kisfiúk. Aztán utána vannak a lányok. A lányok, akik most itt edzenek, ők szeptemberbe kezdték. Eddig mi nem foglalkoztunk lányokkal. És hát a lányokból 5-en a Nemesvámos csapatából érkeztek meg, a többiek viszont már a toborzásnak az eredménye, úgyhogy ők szeptember-október óta kezdtek el hozzánk járni. És sikerült a szülőkkel is olyan jól megállapodni, hogy rögtön benevezhettük őket már a bajnokságba, úgyhogy a lányok már az U11-ben és az U12-es bajnokságban indulnak. Az a csapat, akivel én a legelőször elkezdtem foglalkozni, azok pedig most már az U12-es fiúk. Ők azok, akik a legügyesebbek már, hiszen velük azért már 2 éve sikerült foglalkozni, meg ők most már kezdenek összeérni, egy nagyon jó kis csapattá válnak. Most hétvégén is megrendeztük az első Zirc kupát. A lányoknak, az U11-es lányoknak a pénteki napon volt. Ott, mivel edzés időben tudtuk ezt a kupát megrendezni, ezért nem hívtam több
társat, csapatot, mint összesen hárman voltunk. Ott a lányok ezüstérmet szereztek a három csapatból. A Szent Király volt itt, a Csabrendek, és mi voltunk a harmadik csapat, ezüstérmesek lettünk. Ami már rangosabb volt, az az U12-es fiú első Zirc kupa, ott 6 csapat volt, és sikerült megnyerni nagyon komoly csapatokat, mint például a Balatonfüredet, a Veszprémi KKT-nek, a KFT-nek, az éles csapatának tulajdonképpen a csapatát, ők is elfogadták a meghívásunkat, a Cunder Fehérvári Egyesület, ők is erősebbek nálunk, ők is eljöttek, ők is elfogadták. Azon kívül meghívtuk a Vemafit és még a Csabrendeket, aki ugyanúgy a DLVM kézilabda alapítvány, Csabrendeki részlege. Ővelük nyáron már itt edzőtábort is csináltunk, és amikor csak lehet, azért próbáljuk egymást segíteni a munkában is, és egyáltalán egy ilyen tornára úgy gondolom, hogy itt a helye mindenkinek, aki ebbe az alapítványba tartozik. Itt mi negyedikek lettünk szoros küzdelembe, de nagyon-nagyon jó volt azt látnom, hogy a szülői munkaközösség két vállal teszi oda magát mindenhez, amit szervezünk és csinálunk, mindenben segítenek minket, úgyhogy így azt látom, hogy egy nagyon sikeres sportág tud kialakulni Zircen itt a kézilabda terén. Ami a jövőt illeti, holnapi nappal az U12-es lányoknak lesz Zirc kupa, ahol 5 csapat érkezik. Itt is sikerült a Fehérváriak mellékágát, a Csákvárt, a Startot, a Szent Király Szabadját, a Vemafit, jön a Csabrendek megint is mi. Tehát itt egész nap, és nem egész nap, egész délelőtt folyamatban menni fognak a mérkőzések. Úgyhogy várunk mindenkit minden ilyen rendezvényünkre. És vasárnap újból, akkor pedig az U10-es korosztálynak lesz 4 csapattal egy ugyanilyen első Zirc kupa. Ebbe dolgozunk, és folyamatosan azt szeretnénk, hogy népszerűsödjön a sportágunk itt, és hát maga az alapítvány az rengeteget tesz ezért a csapatért. Mindenben segítenek bennünket, úgyhogy én azt hiszem, hogy nagyon jól összeállt ez a hármas, hogy a csapat, a szülők és maga a háttér, az alapítvány. Így gondolom sikereket fogunk elérni. Hát sok sikert kívánunk ehhez, és ez nagyon kerek volt. 2 kérdés lenne csak, hogy azokkal a gyerekekkel mi a helyzet, akik életkor szempontjából itt már kinőttek, ugye 12 éves, ha jól emlékszem, talán a legidősebb? A legidősebb gyerek is 2008-as születésű. Tehát a 2007-es gyerekeink, akik voltak, sajnos ők elkoptak. Ők kevesen voltak, úgyhogy az a csapatunk sajnos már nincsen meg, de hát ők viszont, akik most az U12-es csapat, ők jövőre már U13-asok lesznek. Az a lényeg, hogy az alapítványnak az az elképzelése van, hogy 8-ig visszük ezeket a gyerekeket. És természetesen azok a gyerekek, akik aztán nagyon-nagyon beleszerelmesednek ebbe a sportágba, és jó eredményt érnek el, azoknak segítjük a továbbiakban is az útját. De jellemzően 8. után azért szóródik a gyerek, mert egyik ebbe a városba megy tanulni, másik abba, akkor már azért nehéz. De igyekszünk, a Telekommal ugye nagyon jó a kapcsolata az alapítványnak, és hogyha itt például olyan kimagasló tehetség jelenik meg, akkor ő neki a jövőjét is tudjuk biztosítani. Tehát, hogyha mi nem is csináljuk tovább a 8. után. Most ez a helyzet van. Aztán, hogy mivé növi ki magát ez az egyesület, az még a jövő kérdése, de én úgy gondolom, hogy azzal, hogy az óvodától elindultunk, és most már itt tartunk, és minden bajnokságba el tudjuk indítani a gyerekeket, és versenyeztetni tudjuk ebben, szerintem ez egy csodálatos dolog mindannyiunk számára. És azt szeretném igazából, hogy ezek a gyerekek, tehát nem világválogatottakat akarunk mi itt, hanem a három edzőnek a hitvallása az,
hogy minden képességet adjunk meg, tanítsuk meg abban a korban, abban a szenzitív korban, amikor azt meg kell kapnia egy gyereknek, hogy amikor 13-14 éves korban specializálódhat egy gyerek, akkor dönthessen, és olyan sportágat válasszon, amit akar. Természetesen én leszek a legboldogabb, ha kézilabdás lesz, mert ugye a kedvenc sportága mégiscsak az, de a legfontosabb számomra, hogy egészséges felnőttekké váljanak, és a sport beépüljön az életükbe. Véleményem szerint az ifjúsággal így kellene, és ez a legfontosabb az utánpótlásban. Csatlakozása továbbra is van lehetőség, vagy van egy létszámkeret, hogy már több gyermekkel akkor nem tudunk foglalkozni, és itt meghúzzuk, vagy jöhetnek még? Nem, változatlanul, sőt a mai napig. Mindig jön valaki. Tehát ahogy népszerűsödik ez a dolog, szülők is egymás között beszélgetnek, gyerekek is egymás között jól érzik magukat, szeretnek itt lenni. Tehát ez hozza magával. Nem, mi ugyanúgy várunk mindenkit. Tehát itt nincs vége, hogy na akkor most van ennyi létszám. Nem, jöjjenek, inkább akkor jöjjön több edző, legyünk még többen, sokasodjunk, épüljön meg a sportcsarnok. Én arra várok baromira, és én már hoznám ide a kupákat és rendezvényeket és mindent, ami ezt a sportágat népszerűsíti, mert nekem ez a célom. Én ezért jöttem ide. Jakab Richárd, a Veszprémi székhelyű DEVM kézilabda alapítvány Zirci csoportjában, az edzői stábban vállalt szerepet. Egy picit először is mutatkozzál be, légy szíves, aki nem ismerne esetlegesen, mivel foglalkozol és hogyan kapcsolódtál be itt a kézilabdás munkába. Hát engem ugye Jakab Richárdnak hívnak, köszöntöm a nézőket én is, és gyakorlatilag én, nekem az egész életemet szinte átszőtt a kézilabda. Én 11 éves korom óta ebbe éltem, testnevelő tanárként végeztem, viszont nem ebben dolgozom jelenleg, és ugye ezt tudván a Tünde felkért engem edzői feladatok ellátására, amit november óta a gyerekek mellett az U10-es csapatnál és az U9-es csapatnál végzek folyamatába. Rólam annyit kell tudni, hogy én NB1B-be játszottam főiskolán, illetve NB2-be Celdömölkön és Szentgotthárdon sokáig, és ugye egy egyetemi diplomával rendelkezem, mint testnevelő tanár. Azért szülőként már korábban is foglalkoztatott itt a kézilabda téged, ugye a gyermekeid itt játszottak. Így van, a nagyobbik gyermekem ő régóta, a kisebbik pedig az én érkezésemmel együtt jött a csapathoz. Ugye őt én edzem, ami nem túl szerencsés, de jobb megoldás hiány, ugye ehhez kellett folyamodni. Hetente hány edzést tartasz egy héten? Hát három edzés van az én korcsoportomnak, én egybe tartom az U9, U10-nek az edzéseit. Gyakorlatilag hétfőn 4:45-től van fél hatig, illetve csütörtökön 3:45-től hatig. Illetve van egy atlétika edzés, ahol az erőléti képességek fejlesztésén van a fő hangsúly, ezt Kernár László tanár úr tartja. Én inkább a kézilabda részét, a technikai megoldásokat, egyéni képzést és a fejlesztést, csapatjátékot vagyok hivatott előre mozdítani. És milyenek a tapasztalataid, hogy érzed magad itt a gyerekekkel? Köszönöm szépen, én jól érzem magam nagyon. A gyerekek nagyon aranyosak, sok bennük a tanulni vágyás, bár hétfőnként nem mindig mutatkozik ez meg, de azt mondom, hogy helyek közel csendben, rendben és fegyelemmel dolgoznak. Nagyon sok energiát beletesznek, és én abba bízom, hogy ennek az eredménye az olyan szinten fog mutatkozni jövő évben, hogy bárkivel fel tudjuk venni a versenyt. Akkor már nem is kérdezem meg, hogy milyen célt tűztetek ki magatok elé, tehát ezek szerint azért mindenképpen szeretnétek felvenni a versenyt itt. Milyen csapatok vannak, még kikkel mérkőztök? Kicsit erről beszél, egy szív. Hát ugye az Észak-Dunántúli régióban szinte bárki jöhet szembe. Én azt mondom, hogy ugye aki most itt a megyében etalonnak számít, ugye a Telekom Veszprém, illetve ugye a DEVM-nek van a Veszprémi ága, hogyha arra a szintre el tudnánk jutni, velük partiba lennénk, én azt mondom, hogy akkor nagyon elégedett lennék. A cél az ez, és meglátjuk, hogy mire jutunk. Kerner László, a Veszprémi székhelyű kézilabdás alapítvány Zirci csoportjának itt az edzői stáb egyik tagja, testnevelőként dolgozol. Hogyan kapcsolódtál be itt a kézilabdás munkába, és egy pár szót mondjál magadról bemutatkozásként, hát ha valaki még nem ismeri Zircen.
Rendben. Én tehát Kernel László vagyok, én a helyi iskolában dolgozom testnevelő tanárként. A kézilabda vonal az gyakorlatilag az iskolához köthető, mivel hogy a kézilabda edzések az iskolának a tornatermében zajlanak, és gyakorlatilag felfigyeltek az óráimon, tehát konkrétan az óráimra, és csak egyszerűen érdeklődtek, hogy vállalnék ezzel kapcsolatban munkát, és én nyitott voltam a dologra, így elkezdődött egy közös munka a DVM kézilabda alapítvánnyal. Én egyébként mindegyik korosztállyal foglalkozom, én az atlétika vonalat képviselem, a gyerekeknek az atlétikus képesség fejlesztését végzem el én. Fiúk, lányok és gyakorlatilag mindegyik korcsoporttal, korosztállyal foglalkozom. Hány edzést tartasz egy héten? Nekem 3 edzésem van, és gyakorlatilag vannak olyan edzések, ahol több korcsoport vagy korosztály is részt vesz, és akkor így összevontan foglalkozok velük. Itt nagyjából az alapvető képességeiknek a fejlesztése zajlik. Gondolok itt a futás, az ugrás és a dobó képességére a gyerekeknek, de most ugye a bajnokságra készülünk, és itt az alap állóképesség, az állóképességi munka, az erőfejlesztés, a gyorsaságfejlesztés, gyakorlatilag mindegyik megtalálható az edzésmódszereim között. Mikor kezdted itt a kézilabda edzői munkát, milyenek az eddigi tapasztalatok, hogy érzed magad a gyerekekkel? Valamikor a nyár folyamán beszéltünk erről először az edző kollégámmal, és akkor gyakorlatilag az ő meggyőzésére vállaltam ezt a munkát. Gyakorlatilag szeptember bekezdődött a fő munka, viszont volt augusztusban egy edzőtábor, és már az edzőtáborban is közreműködtem. És akkor mi a célkitűzés a következőkben, milyen versenyekre kerül sor, most éppen mire készültök? Gyakorlatilag kezdődik a bajnokság hamarosan, néhány hét múlva, és én azt gondolom, hogy a gyerekek nagyon stabilan és jól fejlődnek, úgyhogy nagy önbizalommal várjuk a bajnokságot. Én azt gondolom egyébként, hogy mind a város, mind pedig az iskola tekintetében ez egy nagyon előremutató kezdeményezés, és talán azt is kijelenthetem, hogy ez egyfajta hiánypótló céllal, vagy hát céllal is ugye létrejött. ...2015 óta tart foglalkozásokat Zircen a Balaton Vízilabda Klub. Kerekes Csongort, a klub elnökét kérdezzük arról, hogy hogyan értékeli ezt az elmúlt időszakot. Lehet egy picit hosszabb távon az elmúlt 5 évet, és egy kicsit az elmúlt évet. Annyit tudunk, hogy itt egy kicsit lecsökkent a gyermek létszáma és az edzések száma, viszont az érci gyerekek szép számmal beépültek a füszfői csapatokba. Igen, hát ez abszolút így van. 5 éve, amikor elkezdtük, akkor azért nagyon nagy lelkesedéssel jöttek a szülők, illetve hozták a gyerekeket. Hát ez azt gondolom, ez nem is csappant elég sokáig. Viszonylag sok gyerek átjött hozzánk Füszfőre. Azért egy ilyen 15-20 gyerek is majdnem, hogy megfordult nálunk Zircről. Aztán nyilván páran elkoptak, páran megmaradtak. Most igazából azt gondolom, ez a mi hibánk is, hogy egy kicsit csökkent ez a létszám idén, mert most a két edzővel, aki eddig itt dolgozott, abból az egyik maradt csak meg, illetve lefeleződtek az edzők igazából, így nyilvánvalóan az edzéseket is csökkentenünk kellett, ezáltal a gyerekek száma is azért kicsit megcsappant. Azok a gyerekek, akik viszont átjárnak hozzánk Füszfőre, ők azt gondolom, hogy igencsak szép, hát úgymond karriert futottak be nálunk. Hát mindenkiről elmondható, hogy oszlopos tagja az aktuális csapatának, illetve van egy darab válogatottunk is a 2006-os korosztályban, akik most már országos szinten válogatott, tehát hogy eddig csak a Dunántúli tehetséggondozóba, hát úgymond csak, tehát időzőjelben a csak, nyilván már az is egy szép teljesítmény. Volt meghívója, viszont januárban most már ott is országos szinten válogatottak vannak, és szerencsére oda is sikerült bekerülnie. Nem tudom, hogy neveket lehet esetleg említeni azok közül, akik itt kezdték el a Zircen a vízilabdát a tanúszodában, mi azért kíváncsiak vagyunk rá, persze nyomon is követjük, és ugye beépültek a csapatokba, lehet mondani, hogy meghatározó egyéniségei lettek a Füszfői vízilabdának.
a teljesség igénye nélkül természetesen tudok neveket mondani. Például ilyen például Szabó Bence, a Masár Márkő, ugye a 2006-os válogatottunk, a Klespic Milán, a Müller Zsombor, a Király Csenge, illetve a Molnár Hanna, Hunor, illetve a Luca is. Játszanak nálunk a Német Robin. Hát most így hirtelen ők jutottak eszembe így első körben. Összesen hány gyermekről beszélhetünk, hogy körülbelül, akik ide kötődnek Zirchez és a környékhez? Hát akik most is vízilabdáznak jelenleg, és ők olyan 15-en vannak nagyjából. És itt Zirchezen milyen lehetőségek vannak most? Hány gyermekkel foglalkoztok? Ugye itt Heffler Péter tartja az edzéseket töretlenül. Mikor vannak az edzések? Hányszor? Van-e esetleg csatlakozási lehetőség a gyerekeknek itt a korlátozott edzőlétszám ellenére? Természetesen, hát lehetőség az van. Most heti egyszer tartunk az Zirchezen edzést szerdán. A Pétert persze lehet keresni ezzel kapcsolatban, illetve a tanúszodában is szerintem szívesen adnak tájékoztatást róla, hogy milyen lehetőségeink vannak. Most ugye korábban volt haladó és kezdő csoport. Ez, ami itt zajlik szerdán 4 órától 5:30-ig, ez milyen foglalkozás, mit kell tudni róla, hogy kell-e valami alapnak lenni úszástudásnak, vagy itt ez már egy kicsit haladóbb csoportról van szó, hogy néz ez ki? Hát itt igazából annyit kell tudni, hogy a vízbe merjen bemenni egyedül a gyerek, tehát más kritérium nem igazán van. Beszélj egy kicsit itt az elmúlt szezonról, az eredményekről. Több korosztályban tudjuk, hogy dobogós helyen végeztetek, de kicsit, hogyha bővebben ezt kifejtenéd. Az IRC vonatkozásban, vagy a klub vonatkozásában? Klub vonatkozásában, mert mi azért erre is kíváncsiak vagyunk, hiszen azért valamilyen szinten a magunkénak érezzük ezt a Füstfői klubot is. Jó. Hát az elmúlt évekhez képest, mondhatom, egy kicsit visszaesett a teljesítményünk, mert most bajnoki címet azt nem szereztünk az elmúlt évekhez hasonlóan, viszont minden korosztályunk szinte dobogón végzett, úgyhogy azt gondolom ez is egy sikeres év volt, illetve tavaly év volt az első, ahol az összes bajnokságba, felsőházba tudtunk kerülni, amit egyébként idén megismételtünk, már idén is az összes korosztályunk az felsőházban van a saját bajnokságában. Hát igazából az ifjú csapatunk az második lett a bajnokságban tavaly, a serdülő csapatunk szintén második lett, a gyermek csapatunk az harmadik helyen végzett, a gyerek 3 az lett az egyetlen, aki nem végzett dobogón, a gyerek 4 szintén harmadik lett. Összesen hány korosztállyal foglalkoztok, és hányan dolgoznak itt edzőként a klubba, erről is egy pár szót, meg esetleg az összgyermek létszámról is lehet kíváncsi a pagyó. 100 gyerekkel dolgozunk összességében, 100 fővel. A 3 edzőnk van, ebből egy úszóedző, illetve 2 vízilabda edző. A korosztályban pedig hát most 10 csapattal indultunk, ez összességében jelent 5 korosztályt magába, illetve hanem 6 korosztályt, bocsánat, 6 korosztályt foglal magába. Itt tekintsünk egy kicsit más vizekre, ha úgy tetszik, a férfi vízilabda válogatott Európa bajnok lett, a női csapat pedig 3. helyezést ért, ez egy kiváló eredmény, azért ez mutatja a magyar vízilabdát, hogy hol tart. Hogyan értékelitek ezt így ilyen szinten? Motivációt adhat ez számotokra is? Persze, hát nyilván én azt szokták mondani, hogy ilyen eredmények után azért a gyerekek sokkal szívesebben mennek le az úszodába, úgyhogy ez nekünk is nagyon fontos, hogy a magyar válogatott jól szerepeljen. Látják a tévében, megnézik, hogy nekem tetszik ez a sportág, hol lehet ezt tűzni, hát nyilván akkor lejönnek hozzánk az úszodába. Zirchezen kívül van-e még olyan hely, ahol jelen vagytok, vagy esetleg kialakulóban van még valami? Igen, hát ugye Füstfőn vagyunk Zirchezen kívül, illetve vannak még terveink más városokban is, viszont ezeket konkrétan még nem említeném meg, mivel még azért nincsenek ennyire előhaladott tárgyalások. Egyéb tervekről, célokról beszélni egy pár szót, van-e, amit szívesen elmondanál nekünk, illetve hogy itt a már folyó bajnokságban milyen célokat tűztetek ki? Igen, hát most nyilvánvalóan szeretnénk megismételni a tavalyi jó szereplést, vagy esetleg javítani is rajta, tehát idén is igazából. Hát 4 bajnokságban biztosan bajnok esélyesek vagyunk, viszont az összes többi pedig dobogó esélyesek, úgyhogy remélem, hogy azért ezt minél szebb eredményt tudunk elérni ezekben. Itt Zirchezen a jövőt illetően mit lehet mondani? Milyen hosszú távra terveztetek ezt, most hogyan látjátok? Hát ez nagyban függ attól, hogy lesz-e tanúszoda, vagy nem lesz tanúszoda. Azt gondolom, hogy ha lesz, akkor azért jóval nagyobb lehetőségeink lesznek, jóval több gyereket tudunk ide csábítani, már csak azért is, mert egy másik korosztályt is meg tudunk szólítani, ugye a nagyobb medencének köszönhetően. A jelenlegi feltételekkel most valószínűleg ez az egy edzésünk marad idén mindenképpen, aztán majd nyáron átbeszéljük, hogy hogyan tudunk tovább tervezni.
Köszönjük szépen, és akkor kívánjuk, hogy épüljön meg a tanúszoda saját magunknak is, itt Zirce, nektek pedig nagyon sok sikert kívánunk, és köszönjük az eddigi munkátokat. Köszönöm szépen én is. Csehországban és Szerbiában lépett fel tavaly nyáron az Zirci Városi Vegyes Kórus. Magazin műsorunkban az élménybeszámolóval színesített koncerten készített összeállításunkat tekinthetik meg. Különböző nemzetek kultúrájának megismertetése, a hagyományok felelevenítése, a nemzetközi kapcsolatok ápolása. A különböző művészeti ágak produkciójában egyaránt megtalálhatók a tradicionális értékek és a legkülönbözőbb modern irányzatok, nem az én szövegem, ez állt a meghívónkon. Prágai fesztivál résztvevői között több mint 50%-ban magyar együttesek voltak. Sokféle művészeti ágat képviseltek a fesztivál szellemiségének jegyében, tehát voltak fúvózenekarok, például Táplán Szentkeresztről, Nyírbátorból, mazsorett csoport, énekkar rajtunk kívül is, és néptánc csoport, például az Ajka Padrakútiak a szomszédból vagy Buzsákról. De fellépett még szlovák gyermeknéptánc csoport, lengyel népi együttes és népi zenekar, indonéz táncegyüttes és görög tánckar is. Nagy örömünkre 5 fiatal is énekelt a 19 felnőttel együtt a színpadon. Köszönjük nekik, hogy vállalták a közös munkát, és bízunk benne, jól is érezték magukat. De már megint sokat beszéltem, úgyhogy énekeljünk egy kicsit. Ooh.
című műve után, ami egyébként, mint kiderült a szerző családjától, nemrég megtudtam, a Magyar Királyi Himnusz címet viselte, csak aztán a mai politikai helyzet, illetve az akkori, amikor ugye a királyság megszűnt, ugye az a fajta helyzet nem engedi meg, hogy most már így emlegessünk, de nem baj, ha tudjuk róla, hogy ez. Nem ezzel a szöveggel ment akkor, tehát ugye ez egy új szöveg hozzá. Ezután egy egyszerű és a helyhez illő ciszterci himnusz következik, illetve ciszterci mise tétel kírje. Tételként itt az elején. Szeretnénk egy szintén nagy sikerű darabot énekelni. Elmondanám azt is, hogy a darabokat a kórus válogatta össze, tehát abból raktuk össze a mai műsort, hogy ők mit szeretnének ma énekelni a két fesztivál műsorából. A következő számunk nem ok nélkül volt nagy siker Kragujevácban. Macedónok mindenki látta már a Titanic filmet, valószínűleg már ismerték a zenét. Remélem önök is rájönnek, hogy miért. Oh!
akkor egy kis mese. Prágában nyáron egymást követik a fesztiválok, rendezvények. A helyieknek már fel sem tűnik a tömeg, de nekünk bizony nagyon kellett kapaszkodnunk, hogy már első este el ne veszítsünk valakit a nagy tolongásban. És itt most külön megdicsérném a velünk tartó fiatalokat, mert négyen bevállalták az ötből, hogy eljönnek. Este 8-kor indultunk a szállásról, amiért végig egész úton nagyon fegyelmezettek voltak. Odafigyeltek, és nem maradtak el a csoporttól. Az is lehet, hogy ők jobban féltek, hogy elvesznek, mint mi. Az is előfordulhat. Persze azt is tudtuk, hogy jó a tömegközlekedés Prágában, és azt is mondták, hogy briccelni nem éri meg Prágában, csak azt nem mondta senki, hogy szombat este nem lehet jegyet venni. Mármint, hogy készpénzzel. Kénytelenek voltunk este 10-kor szombat este azért villamosozni, hogy mire átszállunk a metróra, mindenkinek legyen jegye, mert a villamoson egy helyen kártyával lehetett venni jegyet. Bármilyen, ott viszont bármilyen. Ja, és azóta azt is tudjuk, hogy a napi jegy, a nosztalgia villamosa nem érvényes. De sok kedves mosolyban volt részünk, még ez kiderült. Még integettek is az utasok, hiszen ritkán fordulhat elő velük, hogy egy csoport felszáll a villamos első ajtaján, a kalauzra néz, majd szépen lesorol a hátsó. Persze utazás nélkül. Hogy miért? Hát egyszerű, valaki megmutatta a napi jegyét a kalauznak, ő integetett, hogy ez ide nem jó, és mi meg leszálltunk. És elköszöntek tőlünk, miután elment a villamos. A prágai Laza Fesztivál program, ami abból állt, hogy egész nap azt csináltál, amit akarsz, este 6-tól koncert, lehetővé tette, hogy egész nap a városban nézelődjünk, csak az esti koncertre kellett időben odaérnünk. A karnagy elvárása szerint nem fáradtan, ugye? Az előadások szabadtériek voltak hangosítással, magyar hangosítással, természetesen és minőségivel. Első napi városnézésünk alatt háromszor áztunk el, ezért kicsit aggódtunk a helyszín miatt, de 4 órakor kisütött a nap. Jönnek a koncertek. Szóval 4 órakor kisütött a nap, és ez kitartott végig, míg ott voltunk, úgyhogy Péci Kata, mint szervező, és Benciknél László Ildikó, mint időjárás felelős, kiválóan beváltak. Ildit pártan ajánlom, ha Ildi megy, akkor ott süt a nap, tehát lehet vinni Jolly Jokernek. Hát mi is kedveskedtünk minden koncertünkön a helyieknek, egy-egy csenótával, illetve egyel, de most már hoztunk 2-t, mert azóta már 2-t tudunk.
Tehát utazás, ez a közös összekötő kapocs, mert na, ugye kórusnak a évi munkájáról, amiben benne volt az a két utazás is. Ugye Prágáról beszélt Kári, hogy nem tudhatták, miért nem tudhatták, hogy a villamoson, mert nem készültek fel, nem jöttek könyvtárba. Ugye, mert aki eljön könyvtárba, annak adok egy bédekkert. Ugye az első úti könyvek egyike, amit kiadtak, ez különben egy nagyon szép darab, ugye Karl Bedeker, akiről el lett nevezve különben maga az úti könyvnek a műfaja, 1859-ben halt meg, ez egy Bedeker, tehát alapított egy kiadó vállalatot, és ez ennek a kiadó vállalatnak az egyik terméke, méghozzá az a címe Österreich kötője Ungár. Tehát magyar, nézzék meg mennyire használt, szerintem valamelyik szerzetes itt rendesen beutazgatta Ausztriát és Magyarországot. Ez már tényleg az a felépítés, amit aztán később most már ugye ismerünk, a híres panoráma sorozat, amit kiadtak az elmúlt években. Hát meg amit ma már nem nagyon használunk, ugye mert mindenki felmegy a Google Mapra, vagy valami utazástervezőre és beüti ezeket a dolgokat, de tényleg ez ahogy szerepel, térképekkel benne, leírásokkal benne. Hát sajnálattal közöm, utána néztem, Zirc is benne van, egy kis mondatig, hogy a ciszterci apátság található Győr-Veszprémi útvonalon. Suszfasz! Ennyi rólunk. De még kialakult ez a műfaj? Ehhez hogy jutottunk el? Nos, az emberek régebben is utaztak, nem annyit, mint mi, nem volt fapados, lehet, hogy hintóban volt, de igazából ez nem volt olyan gyakori, de a 16.-17. századra tehető igazából, amikor kialakul egy olyan műfaj, ami az országok történetét tárgyalja, és ez a történethez már gyakran befűznek korabeli megjegyzéseket, leírják a földrajzát, leírják a gazdaságát, és egy tulajdonképpen ország bemutatás alakul így ki. Az egyik ilyen nagyszerű vállalkozás volt annak idején, ilyen országleírásokban, a nagyon híres Elsevier kiadó, ugye ez egy úr, mi aztán később áttelepettek Amsterdamba, tehát németalföldi, de ma is létezik különben ez a kiadó, Elsevier kiadó, neki a Respublika sorozata. 37 kötetből állt, 17. században vagyunk, 34 kötetből állt ez a sorozat, abban is volt különben Magyarországot bemutató darab. Miért volt ilyen népszerű? Ezért. Ezt ugye úgy nevezzük mi, 12. rét. Nagyon kényelmes, nagyon jól lehetett használni, és korabeli emberek, akik persze ismerték ennek a sorozatnak, vagy ismerték a kiadót, egyszerűen gyűjtő szenvedély kapta el őket, hogy összeszedjék mindezt a 34 kötetet, ami megjelent akkori Európa országairól. Ami nekünk megvan, különben Spanyolországot mutatja be, spanyol királyságot mutatja be, annak helyeit, leírását tulajdonképpen. Maga a kötet gyönyörűen nyomtatott, nagyon tényleg elegáns, kis könyvecske, zsebbe is elfért, ugye, tulajdonképpen nem illusztrált, egyszerűen csak a címlapját tudom mutatni, ezen belül tényleg szöveg, az ország leírása. Tehát a gazdasági, politikai, illetve történetet megfogalmazva előle, ebből tájékozódhattak a korabeli emberek, akik készültek meglátogatni az országot. Aztán ennek a továbbfejlesztett változata volt már, ez a kis kötetecske, ez már nagyobb. Ezt valószínű, hogy nem hordták magukkal, pedig az a címe, hogy Itinerarium, Italiae Novae et Antiquae, tehát a Itáliának a úti rajza, vagy úti beszámolója, illetve a régi és új Itáliának a úti beszámolója. Ugye itineráriumot ma a rally versenyzők mellett használnak gyakran, amiben fel van írva, ugye, hogy merre kell, hol kell írtelebbére bekanyarodni. Ez a munka megint csak egy nagyon híres nyomdászcsalád, Frankfurtból, a Merian családról van szó. Ez
tulajdonképpen egy hugenotta francia család, ugye Frankfurtba menekült, tehát 1571 után, a Szent Bertalan éjszaka után, és megalapították ezt a kiadó vállalatot. Matthias Meriánnak, aki megalapította ezt a kiadó vállalatot, a lány egy nagyon híres, a Sibylla Merián, ő Amerikába is járt, és elképesztő gyönyörű metszeteket készített Amerikába, lepkék a leghíresebbek. Ha felmennek így az internetre, és beírják ezt a Sibylla Merián, elképesztő gyönyörű, színes nyomatokat nézhetnek meg, érdemes is különben. Az apja pedig egy nagy vállalkozást vezetett, ő a földarcba utazott. Ez volt az első olyan kötete, amit aztán követett két nagy sorozat. Egyrésztől a Germániát, tehát a német-római császárságot hercegségenként, érsekségenként bemutató sorozata, illetve az Európát is bemutatta, azt hiszem az 24 kötetben. De ez volt az első, és itt kezdett együtt dolgozni Martin Sellerrel, ő egy ulmi térképész volt tulajdonképpen, egy könyvkiadó családnak a leszármazottja, és elképesztő terméken volt, és nagyon sok Merián kiadványhoz ő készítette el ezeket a beszámolókat, a leírásokat az országokról. Tehát ez tulajdonképpen ugyanúgy gazdasági történeti megfogalmazás, egy dologgal több, nem olyan kicsi, illetve akkor kettővel, hogyha számolok, és ez illusztrált már. Ebben 35 térkép, bocsánat, 3 térkép és 35 városábrázolás van. Milyen városábrázolások? Például, csak mutatnám. Ezt majd később meg lehet nézni, jó, aki átul nem látja, ez a 17. századi Rómát mutatja felülről. Pár évkel, amikor néztük, megkerestük Vatikánt és Angyalvára, tehát rajta van. Tájékozódhattak róla mindenképpen. És ugye, hogy még korábban visszamenjek, ez a műfaj tulajdonképpen abból fejlődött ki, hogy tényleg az emberek szerettek volna utazni, és ehhez valami információk kellettek. Az első ilyen információ a követségeket megjárt emberek útján terjedtek, ők voltak, akik először a 15. században leírták tulajdonképpen, merre jártak, leírtak egy-egy várost, kit laknak ott, milyen az a város, város gazdaságát, és akkor tulajdonképpen ebből, amikor a nyomtatással találták, fejlődött ki. De ugye az első úti élmények, ilyen úti beszámolók közül talán a legismertebb, amikor jeruzsálemi zarándoklatról számoltak be. Jó. Ugye ez az utazási irodalom egy szelete, jön még másik, de most visszaadom én a szót a kórusnak és a karnagynak. Tehát a második fesztivál az augusztusban volt a Kragujevaci Nemzetközi Kórus Találkozó, 13. ebben a műfajban. Hát a komolyságára jellemző, hogy annyi anyagot kértek be tőlünk előzetesen, hogy hát gyakorlatilag hónapokig ment a levelezés, hogy akkor most még ezt küldjük el, még az a szerző mikor született meg akkor a műsorban, most azt a címet pontosan hogyan kell angolra fordítani. Hát egy ilyen kisebb agyrém volt, mire mindent megoldottuk, rengeteg levélváltás volt, úgyhogy sok munka volt vele. Ebben az oroszlán rész Révész Hortenzia vállalta, aki aktív közreműködése kitartása nélkül szerintem nem jutunk el Szerbiában. Azt már tudtuk, amikor, hogy Prágába utazunk ebbe az évbe, amikor megérkezett ez a Kragujevaci felkérés, ugyanis itt nem mi találtuk meg ezt a fesztivált, hanem a belgrádi Magyar Nagykövetség kulturális attaséja válogatta ki valahonnan a kórusunkat, és kérte föl, hogy mi képviseljük Magyarországot ezen a rendezvényen. Itt 5 kórus vett részt a fesztivál teljes programján. Volt 3 fővárosi, mondhatjuk nyugodtan, hogy félprofi kórus, csupa fiatal énekessel. Egy bolgár női kar Szófiából, voltak olyan 15-16-an, de 9-en bármikor bárhol kiállhatnának szólózni. Volt egy török vegyes kar, akik az Ankarai Rádió gyerekkorából nőttek ki, vagy a gyerekkorból kilépve éppen csak.
szintén ugye gondolhatjuk, hogy mit adtak elő, és ezen kívül volt egy orosz ifjúsági kórus, akik hát tulajdonképpen egy kórus színházat rittyentettek oda a kis előadásukon. És akkor ezen kívül pedig, hát úgy mondták, hogy a kisvárosi kórusokat, azt a Macedóniából érkező STIP városi kórussal együtt mi képviseltük, de erre még később visszatérünk. A fesztivál két fő részből áll tulajdonképpen, ez nem volt olyan laza, mint a prágai, be volt osztva reggeltől estig minden percünk. Délelőtt egy közös próba volt a kórusoknak, ahol három művet tanultunk meg, kettőt szerbül, egyet angolul, az utolsó esti zárókoncertre. És esténként egy vagy két együttesnek volt egy-egy önálló 50-60 perces koncertje, egy gondolatkor, valami koncepció köré felfűzve. Nem volt ez tulajdonképpen egy kórus verseny, hiszen ilyen pontozás, meg egyéb nem volt a végén. Nem alakítottak ki sorrendet a kórusok között, mert igazából ezek az egész estés műsorok, ezek a koncepciók versenyeztek, és a végén a legjobban felépített koncepciót és a legjobb előadást díjazták, mert mind a kettőt egy kórus vitte el az oroszok, ezért ők nyerték a fesztivál Grand Prix-jét, és ezen kívül számtalan külön díj volt. Gyakorlatilag valamilyen dolgot minden egyes kórusnak az előadásában találtak, amit külön díjaztak és megemlítettek, ami operánk az ottól látható. Mellette a kupát azt még Prágából hoztuk, ez nem került megemlítésre korábban. Nos, mi voltunk az utolsó este utolsó fellépői, a koncertünk 9:30 kezdődött a 9 óra helyett, mert a zsűri, mire a szomszédos épületből átért az előző koncert helyszínéről, a helyi tévének még arra is volt ideje, hogy meginterjúvolja a karnerünkat a attasé hölgy tolmácsolása mellett. A műsorunk hatalmas tapsot kapott, első sorokban ültek a zsűri tagjai, mosolygós arcokat láttunk, az operettektől egészen felvillanyozottak. Először ugyan kicsit meglepődve, de nagy élvezettel figyelték, amint a kórussal együtt utazó urak táncra kérték a kórusban éneklő hölgyeket, sőt a végén még Gyuri az attasé hölgyet is megtáncoltatta, úgyhogy egy igazán színes volt. Erről elvileg van egy videónk is, ezt majd... Kell 40 másod. Esetre a fesztivál az volt, hogy míg a kórustagok délelőtt próbáltak egy karnagy vezetésével, addig a karnagyok egy úgynevezett karnagyi értékelésen, megbeszélésen vettek részt, ahol az egyébként 5 tagú nagyon komoly szakmai zsűri részletesen kielemezte, értékelte az előző este elhangzott produkciókat. Úgy nagyjából néhány szót arról, hogy miket mondtak róluk. Ugyanis szerintem jó az, hogyha rajtunk kívül önök is a rendszeres koncertlátogatók is tudják, hogy mi az, ami ott elhangzott. Ugye előttünk levő este az tipikórus volt, és az ő értékelésük közben elhangzott, hogy milyen sanyarú is a kisvárosi kórusok helyzete, mert hogy a, nem tudom, nehéz kórustagokat találni és egyebek, azért meg kell jegyeznem, hogy ez a tipi kisváros 41 ezres kisváros volt. Úgyhogy ezek után másnap, amikor megkérdezték, hogy ez az írt, ez mekkora, és mondtam, hogy nincs 8000, akkor így egy kicsit így a zsűritagok álla így leesett, és akkor mondták, hogy ja, hát ők most így nagyon meglepődtek, mert nem gondolták, hogy egy ilyen kis városból egy ilyen színvonalas produkcióval előkoló kórus érkezik. Úgyhogy mikor úgy magukhoz tértek ebből az ámulatból, akkor gyakorlatilag azt mondták, hogy egy nagyon sokszínű, lendületes előadást láttak. Tetszett, hogy sokféle stílus mutattunk be a műsorba. Volt, aki megkérdezte, hogy ezeket a műveket, ezt most csak így most erre így állítottuk így össze erre a koncepcióra, vagy ezt úgy énekeljük. És mondtuk, hogy hát egy kisvárosban arról szól a kórus élet, hogy nagyon sokféle szereplési lehetőség van, és természetesen hol, mikor, mit, helyszíntől és alkalomtól függően énekeljük ezeket a műveket. Úgyhogy igen, ezek a mi repertoár darabjaink.
Úgyhogy külön kiemelték, külön gratuláltak a két basszusnak, és a tenorinának. Egyetlen egy hölgy tenorral érkeztünk meg a fesztiválra, ami azért bravúros volt. Úgyhogy, de volt egyébként a zsűriből, akinek a 8. mű után esett le, hogy Ági miért van más ruhában, mert ott ugyanúgy ilyen fehér lóz, fekete nadrágban volt, mint az urak. De azért mondom, hogy ez is egy kis érdekesség volt. Amatőr énekesek szívvel, lélekkel énekelnek, állapította meg az Európa Kantát egyik ismert szervezője. Átjött abszolút a műsorból, hogy szeretjük ezeket a dalokat, értjük, amit éneklünk. És befejezésképpen többen kiemelték a magyar kórus életet, a magyar lelkületet, és mondták, hogy hát a magyar zenét az bármilyen bármikor föl lehet ismerni. Egyébként még a korábban minden kórussal szemben roppant kritikus hangot megütő zsűritag, aki egy énekművész föl, és nagyon nagy tisztelet övezte, ilyen nem tudom, a Szerpitti Katalin mondjuk, de tényleg ilyen nagyon-nagyon pártyolva, tehát mi csak primadonnának hívtuk. Szóval ő is megköszönte az estét és a csodálatát fejezte ki, ezt főleg az operetteknek köszönhetjük. Igaz, hogy ő mondta, hogy a Lehár, mondtuk, hogy nem Kálmán Imre, de lényegtelen. De hát legalább két operett szerzőt ismert, úgyhogy ez a dicséretére legyen mondva. Dicsérte a szólamoknak az egységes, bátor hangzását. Mindemellett, hogy a kórus dicsérte, a zsűritagok hosszan méltatták a művészeti vezetőnk Klárinak a karnagyi érdemeit, a hatalmas tüzet, lendületet, energiát, amelyet képes egyé formálni ezt a rendkívül vegyes társaságot. Szerintem önök, akik a koncertjeinket vagy gyakran látogatják. A zene világnapja október 1-e. És ezt figyelembe véve került egyébként a mai napra a koncert, hiszen kedden este nem akartunk koncertet tartani, mert akkor próba lesz. Viszont október 1-e az, nem tudom, tudják-e, de egy fontos dátum a kórus életében is, ugyanis 1999. október 1-től vezeti Kári a kórust, éppen 20 éve, ezzel a tűzzel, energiával, lendülettel, lelkesedéssel, úgyhogy ez szerintem most nagyon idő, hogy megköszönjük neki. Kigabajodok itt az irományaim közül, és akkor folytatjuk, akkor most énekeljünk megint egy kicsit. Említettük a közös próbákat, a most következő szerb éneket, azt hát először megijedtünk, mert egy 24 oldalas szerb kottát elküldtek, és néztük, hogy ezt hogy fogjuk megtanulni, és kiderült, hogy csak 2 tételt kellett belőle helyszínen elsajátítani, ebből következik az egyik, a Dodo Lice Bogán Bole című, szabad fordításban a természet istene imádkozik, hogy apró harmat újjon a szántóföldre az emberek kedvére. Sikeredett, ugyanis nagyon precízek voltak mindenben a szervezők, abban nem, hogy így megadták a címet, de
Tehát irányítószámot nem adtak, innentől kezdve a sofőr azon izgult, hogy nincs-e véletlenül több Kragujevac, mert járt meg úgy, hogy Ausztriában van 8 hasonló nevű település, és mindenhol van Kossuth utca, vagy hát ami annak megfelelő. Na mindegy, GPS alapján ugye mentünk, a helyiek mondjuk aggodalmaskodtak, hogy de mikor érkezünk, mert hát ha dugó lesz, hát néztük, hogy dugó, hát azért annyira nem nagy város ez a Kragujevac. Minden esetre hát mentünk a GPS után, közben ott poénkodtunk a sofőrrel, hogy majd ha rossz helyre megy be, vagy rossz helyen áll, majd jönnek a rendőrök, elviszik, aztán kész, aztán majd valami lesz. Mindegy, megérkeztünk a helyszínre, hát kiderült, hogy ugye Kragujevac ez a Szerbiának az első fővárosa, vagy régi fővárosa. Igazából épületekben ez ma már nem nagyon látszik, nem nagyon van történet épület, viszont a belváros utca szerkezete, ez a klasszikus régi belváros, iszonyatosan szűk utcák, alig férnek el az autók, stb. És a busz beállt szépen a kollégium elé, ami a szálláshelyünk volt, onnantól kezdve ott megállt a forgalom előre-hátra, tehát azt úgy szépen leállítottuk a belvárosi forgalmat. Mondták a szervezők, hogy oké, gyorsan pakoljunk le a buszról, és akkor utána majd jönnek a rendőrök és elkísérik a buszt oda, ahol majd parkolni fog. Azt tudni kell, hogy kicsit ilyen EU-csatlakozásra készülnek a szervek, úgyhogy ilyen kicsit a bolgárok, meg milyen kicsit ilyen külön voltunk kezelve. A buszunkat azt a rendőrségi, ilyen a telephely mellett, ahol az ilyen lefoglalt autókat, meg ilyeneket őrzik, ott mellette őrizték éjjel-nappal. Úgyhogy mindenre odafigyeltek, nehogy bárkinek valami bántódás esik, és rossz ízzel távozzunk esetleg Szerbiából. Szóval pakolunk le a buszról, én szólok a sofőrnek, hogy figyelj Gergő, lepakolunk, és akkor majd jönnek a rendőrök, és akkor elvisznek. Mert hogy ugye közben az ember kétfele kommunikált, és hát aztán történt az, hogy mi becuccoltunk szépen a szállodába, ott a főszervező köszöntötte a kórust, közben én a mi kórusunk kísérőjével, a portásokkal alkudoztam a szobabeosztással, hogy kihány szoba, meg hányadik emelet, meg egyéb. Egyszer csak üzembe kétségbe esetten a sofőr, hogy mondjuk már meg, hogy hova menjen, mert itt vannak a rendőrök. És mondtuk, hogy igen, el a rendőrökkel, mondtam, hogy ők viszik el. Úgyhogy utána ezzel poénkodtunk, hogy ha nem viselkedik jól, akkor megint elvitetem a rendőrökkel. De egyébként, hogy innen is legyen egy pálinkás sztori, a szerb rendőrök ott miközben az autókat őrizték, meg a buszunkat a hátsó udvarban pálinkát főztek. Egyébként. Úgyhogy a sofőrünk búcsúzóul kapott is belőle egy kis kostolót. Hát én illatmintát vettem belőle, az meglehetősen jó volt. Úgyhogy ebben a dologban majd a szerbek mellénk állnak itt a házi pálinka főzés engedélyezés és egyéb dologban, hogyha egyszer utolok lesznek ők is. Na, aztán, hogy visszatérjünk az énekléshez, ugye a csehekhez vittünk cseh éneket, a szerbeknél pedig amellett, hogy ezt a dodolicét megtanultuk, az a nyitó este volt egy újvidéki fiatalokból álló kórus, nagyon jó kis előadást hallottunk tőlük, és mielőtt ők távoztak volna a helyszínről, ők nem voltak a fesztivál program részei, Vászon Sanyi még gyorsan szerzett a fiataloktól egy ottani népdalt, amit által mindenki ismer és nagyon szeretik énekelni. Úgyhogy most ezt bemutatnánk, szeretnénk egy kis játékra hívni mindenkit. Meg kellene tippelni, hogy miről szól az a népdal, amit most elárulunk, aztán majd jön a fordítás is, amit megkaptunk a lányoktól, akik kialakották. Aki tudja, ne áruljál, legyen szíves, jó? Tehát tippeljen mindenki, aki tudja, most csöndbe marad. Jerusalem.
várjuk a tippeket. Miről szóltunk? Miről énekeltünk? Oroszból elvileg lehet tudni egyébként. Ott vagy ott borítkód, de negavari imparuszki, ugye? Ilyesmi volt benne. Nem volt ismerős szó, semmi nem. Pedig azért rutinos oroszosok vannak itt, mi látom. Oroszlán, ahogy nézem, nekünk 5 nap alatt nagyon jó lett az orosz nyelvtudásunk, mert valami őszintén. A polgárok úgy tudtak már szerdül a végén, hogy hajraj. Nem? Senkinek ötlet? Akkor visszatérnem a tehát a következő a rögtön nagyon fontos, a második szó az, hogy utána skrupkínyó, az a szerb kislány. Csak hogy értsük a dolgot. Tehát, hely szerb kislány, legyél kedves, mondd el, hogy mindenki megtudja, miért vagy olyan szép. Ez volt az első része. Mondd el, drágám, hogy mi is tudjuk, mondd el most mindjárt, mondd el, hogy mindenki tudja, mikor megismertük. Ez a bielogruló, szintén ez a második. Mit tudnék mondani neked, mikor szégyellem apró dicséretet? Ezt ismételjük megint csak. Dicsérjétek azt a virágot, amelyet az egész világon lehet találni. Én csak arra vagyok büszke, hogy szerb leány vagyok. Na, akkor megmutatjuk, hogyan szól rendesen a nóta. Oly szép kínyó budorna, káosó szívú zorna, kázsid eszer az lászis, a bevákok rászik, ne óvíró irvíce, csak ne ocsi mi vince, ne kózsice húszána, tínikó szakrána, kázsid a bolgár, török, macedon, orosz és magyar kórusok tagjai beültek egy ilyen nagy terembe, és egy szerb karnagy vezette a próbákat angolul. A műveket kiküldték 3-4 héttel a fesztivál kezdete előtt, de amikor rákérdeztünk, mondták, hogy nem kell megtanulni, majd ott van az az 5 nap, majd ott lesz minden régi, majd szépen megtanuljuk. A három órás közös próba arra szolgál, hogy ez majd meglegy, begyakoroljuk, semmi gond. És egyébként is jegyezzük meg, hogy a saját 50 perces koncertprogram mellett, meg előtte Prága olyan túl sok időnk nem is lett volna arra, hogy ezeket tanulmassuk. A bemelegítő tornáig beéneglésig nem volt semmi gond, az elég nemzetközi volt, lehetett követni. Nagyjából még azt is tudtuk, hogy a 12 oldalas angol kottában éppen mikor melyik oldalon járunk, bár kétféle nyomtatás volt, úgyhogy ott néha voltak zavarok, hogy melyik oldal teteje egyéb. Aztán egyszer csak egy ilyen hosszabb angol szónokat következett, aki értett angolul, az a próba végén nem igazán jött ki jókedvel a teremből, de ezek a többieknek, akik egy kukkot nem értettek belőle, fülig ért a szája. Elkendeztek, hogy de jó volt ez a közös próba, meg milyen jó volt, milyen szimpi ez a karnagy úr. És akkor a másik fele meg mondta, hogy hát az volt a probléma, hogy ez a hosszú angol szónok az arról szólt, hogy mi az, hogy mi nem tudjuk ezeket a műveket, és mi az, hogy most ezt itt neki kell megtanítani. Úgyhogy néha előny az, hogyha
hiányos a nyelvtudás, mert legalább az ember jól érzi magát, nem kell minden lakosságra odafigyelni. És ugye akkor hogy működött, amikor az ember tervezte az utazását korábban, hát térképek is kellettek, hogy eljusson az úti célhoz. Én most mutatok egy nagyon régi térképet, ez egy 1526-os kiadvány, ha jól emlékszem. Ez még Ptolemaiosz alapján képzeli el a világot. Ugye Ptolemaiosz volt az a híres görög földrajztudós, aki először felrajzolt Európa térképét, na aztán azt próbálták egészen a 15.-16. századig toldozgatni, fódozgatni, hogy azt pontosítani, hogy valami kijöjjön belőle. Ez is egy ilyen késői kiadványa neki különben. Én ahol kinyitottam, na mi lehet ez? Lengyelország és Magyarország. Egy picit furcsa még a szemünknek, ugye amikor a pontos térképekhez szóltunk hozzá. Ez a Fekete-tenger, és csak mutatnám, hogy itt a Balaton, itt meg a Dunakanyar, tehát eléggé letettek minket, itt van Erdély különben, elég érdekes ábrázolás, persze ezt később már pontosították, ez fametszetes eljárással készült különben, és amit most mutatok, ez meg már, hogyha elbírom, ezen kisebb alakú. Nézzék meg, milyen gyönyörű. Ez már rézmetszet. Részkarc és rézmetszet együtt, itt az egész világot látják a 17. századból. Ez tulajdonképpen Blau család Antwerpenből, egy elképesztő tehetségű rézmetszők. De van, mint hogyha ma Ferrariról beszélnek az akkori kiadók közül, elképesztő tehetségük volt. Ők voltak a Holland Kelet-Angliai Társaságnak a hivatalos térképésze is különben mellette. Ebben az atlaszban is bent van Magyarország, rajta van Zirc, nem ott nyitottam ki, mert nem találtam meg hirtelen. Egy pici torz, egy jó dolog van rajta, ez nagyon sokáig szerepelt így, hogy a Balatonnak a déli oldalán van a Tihanyi félsziget. Na akkor most itt jön az én találós kérdésem, ha már Kárék így elkezdték, hogy miért? Mi lehetett ennek az oka? Nem. Ugye nagyon sokáig különben úgy működtek a térképészek, hogy egymástól vették át a térképeket. Egyszer valaki elrontotta, még pedig azért lehetett ez, mert ugye a metszők azok úgy készítették a térképeket, hogy valaki adott nekik egy leírást. Mondjuk állok a Badacsonyhegyen, balra nézek, ott van Tapolca, jobbra nézek, vagy rosszul írta le, vagy rosszul fordította. Egy évszázadig körülbelül így szerepelt a Balaton, hogy a Balaton, hogy a Tihanyon déli oldalon van, és aztán helyre tették egy laza mozdulattal. Na, és ha már nyelveknél tanultunk, ugye már akkor térképek megvoltak, kutikönyvek megvan, még beszélni kéne valahogy. Ez ugye nyelvkönyvek, és a nyelvkönyvek mellé mi kell? Szóval. Szótárak szótárát tartom a kezembe. Valakinek mond az a név valamit, hogy Ambrosius Calepinus. 16. századi ágostonos itáliai szerzetesről van szó. Ő készített először egy olyan munkát, amelyikben tulajdonképpen a latin szavakat megmagyarázta. Tehát egy magyarázó szótárról. És aztán ezt bővítették az idő folyamán, szótárra, tehát hogy különböző nyelveken. Maradt a latin az alap, de aztán bővítették. Hát a Calepinus, tehát ez a szó, a neve a 18. század végéig a szótárokat jelölte különben, tehát ez nagyon híres. Ez egy 10 nyelvű már, ezt annyira bővítették. Ebben van magyar is. Ez különben két wittenbergi diák és Csúlyak Péternek a munkájának az eredménye. Csak hogy lássák, hogy miről van szó. Szócikkek, elől a latin szó, aztán a különböző nyelveken, amiket mondok is különben, hogy megkérem felolvassa, ott azokat. Tehát héber, görög, francia, olasz, német, belga, az valószínű a flamand, lengyel, magyar és angol. Hát, angol az utolsó. Utolsókból az elsők, akkor szokták mondani. Ezt hittük. Tessék? Hittük.
Na, ez egy 1685-ös kiadása ennek a sorozatnak, és hát látszik, tehát vastag. De lehet 10 nyelven tanulni, ha valaki szándékozik, alap a latinát. Na, én ennyit szerettem volna hozzátenni, és akkor visszaadjuk a kórusnak, jól mondom, úgy állapotom? Igen. Ugye nekünk van egy utazási naplónk, ami a legnagyobb könyv különben a könyvtárban, kiállításban benne van. Ez Fóra Iván grófnak az utazását tartalmazza, aki Szíriába, Egyiptomba, Itáliába, illetve Máltán jár, és mivel jó festő volt, nagyon szép képeket készített. Na, azért jutott eszembe, mert hasonlít Regulira, ő is fiatalon hazaérkezik, 38 évesen, ha jól emlékszem, hol meg különben, és az édesanyja adta ki tiszteletére ezt az albumot, azok a levelek kerültek bele, amiket utazása során hazaért, illetve azok a képek, amiket a reprodukció, persze, amiket festett az utazás során, hát ilyeneket, hogy pillanatokat megtártam erről, hát ezeket lefestette. És éppen ezért nagyon fontos történelmi dokumentum, és ugye mert realista volt, tehát valószínűleg valósághűen átázolt ezeket a területeket. De ez a legnagyobb alapú könyvünk, hogyha azt kiveszük a tálóból, oda két ember kell, pedig nehéz találni. A befejező műsorszámunk egy olyan műsorszám lenne, amihez aktivizálni kéne a csettegő ujját mindenkinek. Jó? Na, azt már tudja szerintem mindenki, melyik ez a műsorszám. Ezzel szoktuk befejezni a koncerteket, Prágában is ezzel fejeztük be, illetve hát nem hagytuk ki Tölújávácban sem ezt a műsort, bár ott a népdalos blokkkal zártunk, gondolván, hogy a magyar feeling az a magyar feeling. Ez a második, az operettes blokknak a zárószáma volt a Hello Django! Dum, bedum, 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 bedum,
Kedves nézőink, adásunkat megismételjük szombaton 12, vasárnap 14, hétfőn 18 és kedden délelőtt 10 órától. Új műsorral legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársaim nevében is megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra jövő hét pénteken!